Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket, Barbara vagyok a Nárciskocs, ma pedig egy olyan videót hoztam nektek, hogy hogyan vélekedj, mit gondolj, mit tegyél akkor, hogyha a szüleid vagy valamelyik szülőd narcisztikus. Sokan kértétek, sokszor rám már videók alatt, kommenteltétek, hogy szeretnétek ilyen videót is hallani. Hát elkészült a videó, remélem, hogy hasznos információkkal tudok neked szolgálni. Kérlek, hogyha tetszik a videó, vagy a téma, amit elhoztam, akkor mindenképp dobj egy lájkot a videóra, nyomd meg azt a szívecskét, mert így akkor a YouTube egyre több embernek dobja fel ezeket az ingyenes videókat, amiket azért készítek, hogy segítsek neked kijönni a bántalmazó kapcsolatokból, megvédeni magad, és abba segítsek, hogy ne kerüljél bele, bántalmazó helyzetekbe, sem a munkahelyeden, sem a romantikus kapcsolataidban, sem a barátságaidban. És ha még nem iratkoztál volna fel, nyomd meg a feliratkozás gombot, ha pedig a kis harangra is rámész, akkor minden alkalommal értesítőt kapsz majd, ha új videóm készül. A mai napon egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami nagyon sokakat érdekel, ahogy mondtam, nagyon sokan érdeklődtek ez iránt nálam, sok időt szenteltem a videó összeállítására, sok gondolat, ötlet jött elő ezzel kapcsolatban, és magam is nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről. Amikor a TKAK tör törki a kódependenciából tanfolyamomat, vagy a sématréningemet elvégzitek, akkor is sokszor előjön a téma, hiszen mindig le kell mennünk, az egyik pillére a gyógyulásnak a gyermekkor is megnézni, hogy mi is történt, főleg az első hat életévben, de végig egészen a 18 éves korig dolgozunk rajta, hiszen az első életéveink, főleg a legelső nulla és két éves, korot, körül, két éves korunk közötti időszak valamint a várandóság, hogy hogy vártak bennünket, azok hagynak a legmélyebb nyomot bennünk. És ki az, aki visszatud emlékezni arra, hogy milyen volt a helyzet hat hónaposan? Senki. Éppen ezért vannak úgynevezett rejtett és nyílt bántalmazások, tények, amik megtörténtek veled, vagy a te érzékeny lelkedben nyomot hagytak, hiszen mindannyiunknak más a temperamentuma. Ezeket meg kell találni, ezek nélkül nincs gyógyulás, szembe kell nézni a tényekkel, hogy voltak helyzetek, akár a szüleink által szándékosan, akár a szüleink által ösztönösen, vagy nem szándékosan, amelyek sérüléseket okoztak bennünk. És bizony, ma már tudjuk, ha megnézed a, legelő, a legelőző, vagy a tegnap előtti videómat, ahol a Harvardi professzorról beszélek, aki ugye most már táplálkozást is bevon a mentális betegségek gyógyításába, dr. Chris Palmer mondta, hogyha két éves korunkban ér bennünket egy olyan trauma, vagy egy éves korunkban, vagy fél éves korunkban, hogy hiába üvöltünk, hogy vegyen már fel minket valaki, mert félünk, mert szükségleteink vannak, és ez nem történik meg, ez olyan idegrendszeri agyikárosodásokat okoz, pedig a mitokondriumainkban, tehát ezen a szinten, sejtszinten, amik egy egész életünkre nyomot hagynak. Éppen ezért fontos a gyógyulásnak minden pillérét ismerni. Tudni a kognitív dolgokat, az ismereteket, a videókat, a képzéseket elvégezni, hogy megtanuld a technikákat, hogy hogyan tudsz lenyúlni, mit tudsz kezdeni ezekkel a negatív élményeiddel, és hozzátenni az életmódbeli változásokat. Így lesz gyors a felépülés. Szóval a téma ma nem más, mint hogy hogyan vélekedjünk, mit gondoljunk a narcisztikus szülőnkről vagy szüleinkről. Olyan lesz ez, mint egy 11 lépéses útmutató, amelyből megtudod, hogy mit kell tudni a témáról, mit is lehet tenni, hogy mit gondolja az egész helyzetről. Nagyon sokan vannak ügyfeleim, hiszen coachingokat is vállalok, tudod, de nem vagyok orvos, nem vagyok pszichiáter, nem vagyok pszichológus, narciszkócs vagyok, life coach vagyok, erre a témára specializálódtam naponta 8-10-12 órában. Ezzel a témával foglalkozom 5 éve, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok ismeretem van róla, a narciszkocskukacgmail.com-on, vagy az iroda.lifechangerkukacgmail.com-on tudsz, vagy tudtok párként is jelentkezni konzultációra. Szóval ez egy 11 lépéses útmutató, ahol megtudod, hogy mit kell tenned, hiszen ahogy említettem, az én ügyfeleim is nagyon sokszor mondják azt a coachingok folyamán, hogy hát külföldön élek, de anyám otthon van, most haza kell mennem, a kell szóra, mindig figyelj oda, mert ez majdnem mindig séma jelenlétére utal, ezeket a séma tréningen tanuljuk, vagy Kül kell küldenem anyámnak pénzt, vagy apámnak, vagy gondoskodnom kell róla, hiszen olyan öreg már, hiszen ez, vagy az, vagy amaz van. És most arról fogok beszélni, hogy mi az, amit érdemes tenned, mi az, amit megtehetsz, és mi az, amit nem. Vágjunk is bele. El kell mondjam, hogy ez a téma engem jobban feldühít, mint bármilyen más téma, mivel a narcisztikus szülő nagyon nagy mértékben károsítja a gyermek fejlődési pályáját. Ezért olyanoknak is ajánlom ezt a videót, akiknek narcisztikus a párja, vagy a volt párja, és van közös gyermekük, hogy értse meg, hogy a gyereknek végig egész életében szüksége lesz arra, hogy támogassák, hogy megértsék, hogy aztán egészséges felnőtté tudjon válni. És minél korábban elindul ez a folyamat, ez a támogatás a gyermek felé, az ő életkorának megfelelő szinten, annál inkább van esély a gyógyulásra. Amit már most megtehetsz, az az, hogy megfelelően táplálod azt a gyermeket, tehát nem cukros szénhidrátos kajával tömöd a már ahogy is károsodott idegrendszerét, agyát, testét, mindenét, olyan üzemanyaggal látod el, főleg állati eredetű zsírokban gazdag üzemanyaggal, vagy, vagy ha azt nem szereted annyira, akkor olívaolaj, avokádó, mindegy, zsír, 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 vaj, ilyesmi legyen az étrendjében, ami segít neki, hogy egy kis bugyolálást kapjanak, egy kis védelmet kapjanak ezek a sejtek, hogy a károsodást lelassítsa, vagy meggátolja. Ezeket már most megteheted, hogyha a gyermeket étrendjében csökkenteni kezded a feldolgozott kajákat, az agyoncukrozott kajákat, a pizzát, a tésztát, a fánkot, meg minden ilyen édességet, a cukros üdítőitalokat, a cukros gyümölcsléket, cukros joghurtokat, és helyette valódi, igazi ételeket adsz a gyereknek. Már most teszel azért, hogy minél kevesebb károsodása legyen. Szóval, aki károsítja narcisztikus szülőként a gyermek fejlődési pályáját, az olyan emberré teszi őt, aki felnőtt korában a másik helytelen viselkedésért bocsánatot fog kérni. Ugye, ugye kódependensek? Mi kódependensek? Sokszor bocsánatot kérünk olyan dolgokért, amikor nem csináltunk semmit. Vagy aki hitelteleníteni fogja saját magát, érvényteleníteni fogja saját magát, szorongani fog, folyamatosan bűntudata lesz, vagy mindez együttvéve jelentkezik majd. Tehát, ha neked is narcisztikus volt valamelyik, vagy mindkét szülőd, akkor a kapcsolataidban jelen lesz a traumakötés, vagy Stockholm-szindróma. Készítettem róla korábban videót, kettőt, hármat is, keres rá a kis nagyító alá, ha beírod a videóknál, akkor tudsz témára rákeresni, és feldobja neked azokat a videókat az oldalamon, a narciszkócs oldalamon. És a környezeted tele lesz olyan emberekkel, ahogy szoktam mondani, flying bankikkal, repülőmajmokkal, behódoló emberekkel, akik a narcisztikus támogatják, téged viszont egyáltalán nem értenek meg. Egy ideje már gyűlnek bennem a gondolatok a témával kapcsolatban. Szóval fontosnak tartom, ezért belevágunk most a 11 pontba. Először is tisztázzuk általában a legtöbb esetben csak az egyik szülő a narcisztikus. Természetesen már ez az egy is túl sok. Akinek viszont mindkét szülője az, hát na azoknak a gyerekeknek nagyon meredek dombon kell felmászniuk. Na térjünk is rá a 11 pontra. Az első. Ha van narcisztikus szülőd, akkor az olyan érzés, mintha megfosztottak volna valamitől. Folyamatos a gázlángozás, és az olyan hiteltelenítő, érvénytelenítő gondolatok, mint például nem nagy ügy, mindenkinek nehéz volt a gyerekkora. Ez azonban nem igaz. Az tény, hogy nincsen olyan, hogy tökéletes család, de egy olyan család, ahol minimum az egyik szülő, de lehet, hogy mindkettő narcisztikus, na az maga a pokol. Évtizednyi érvénytelenítés, hiteltelenítés, aljasság, kicsinyesség, manipuláció, gázlángozás. Ezek azok a dolgok, amelyek tönkre teszik a lelkünket kívül és belül, de nem csak a lelkünket, ahogy mondtam, az idegrendszerünket, az agyunkat, a testünket, az egész lényünkre hatnak ezek a dolgok. Olyan tehát ez az egész, mintha megfosztottak volna valamitől. Mert meg is fosztottak minden gyerek megérdemelné ugyanis, hogy olyan gyerekkora legyen, amely tele van feltétel nélküli szeretettel, elfogadással, kedveskedéssel, öleléssel, puszival, programokkal, hogy olyan szülei legyenek, akik őt látják és értékelik. Olyan szülő, aki nem önző, és nem egocentrikus, és nem irigy, és nem gonosz, és nem féltékeny, olyan szülőre lenne szüksége, aki empatikus, mégpedig érzelmi empátiával rendelkező, aki képes a gyerek igényeit az első helyre tenni. Ha nem kaptad meg ezeket a dolgokat gyermekkorodban, akkor igen, téged érzelmileg kiraboltak. Amikor felismered ezt, akkor elkezdesz neheztelni, hiszen egyfajta gyász, veszteségfeldolgozást tör rád ez vegyítve kicsi vagy sok megbánással és düve. A gyermekkorra sajnos nincs második esély. Ha tehát a fentieket nem kaptad meg, akkor joggal érezheted azt, hogy megfosztottak valamitől, mintha valóban kiraboltak volna. Megfosztottak az alapvető szükségleteittől, hogy melyek ezek, azokat megtanulod a tk és főleg a séma tréningen. És mivel most még abban a hónapban vagyunk, 2023. júliusban, el kell, hogy mondjam, hogy az eddigi öt év legkedvezőbb lehetősége van most ezt a két tanfolyamot együtt elvégezned, még 25 helyünk van rá, július 30-án indul, összesen maximum 40 főt tudunk berakni ebbe a programba, hétvégente, Reggel 7-től 9-ig tart a két képzés egyszerre. 45 perc az egyik, a TKAK, amin szintén két sémán dolgozunk, kódependens sémán, de coaching program a TKAK, eszközöket tanulunk, megtanuljuk megtalálni ezeket a negatív gyermekkori élményeinket, és elkezdjük őket hitelesíteni. Aztán ezt egy felsőbb szintre emeljük a sématréningen. tréningen ahol megtanuljuk, hogy hogyan lehetünk egy újra szülősített verziója saját magunknak. Hiszen, ahogy mondtam, a gyerekkornál nincs második esély. Nem mehetünk vissza nullára, de bent a tudatalattiban igen. Ott visszamegyünk, ott megtanuljuk, felismerjük mind a 18 sémát, megértjük azt, hogy hogyan küzdöttünk, vagy küzdünk meg vele a mai napig, amikor robotpilóta üzemmódba kerülünk, és elkezdünk automata módon működni, és hogy mit tehetünk úgy, hogy mi önmagunk válunk újra a saját szülőinké. És ez a program most gyorsítósáv egyként érhető el, ami azt jelenti, hogy 37 helyet 15 hét alatt mész végig rajta, igazán nem hosszú idő, ennyit igazán megérdemelsz, hogy ezt önmagadba fektesd, az ára pedig 660 ezer forint helyett a két képzés ára lenne ennyi, a 12 hét mega 18 hét együtt, most 250 ezer forintos áron van, hogyha leosztod, akkor 7 000 forint körül jön ki egy modul és 15 héten keresztül intenzíven tanulsz. Ráadásul lesz egy zárt Facebook csoport is a résztvevőknek, és minden képzés után lesz fél óra konzultáció velem, természetesen nem egyéni, hanem csoportos, de az ott elhangzottakról cseten, vagy pedig ott is fölteheted a kérdéseidet. Nem kell magad megmutatni. Ha te visszafogott vagy, kapcsolt ki a kamerádat. Nem kell beszélni, senkit nem szólítok fel önmagad veszel részt, önmagadért teszed ezeket a dolgokat. Ez tehát a séma tréning egy. Nem, a gyorsítósáv egy. TKK plusz séma tréning egyből áll. A másik gyorsítósáv kettő, az pedig augusztusban indul. Ilyen többet nem lesz idén. Ez egyszer lesz. A gyorsítósáv 2. augusztus 25-én indul, szintén hétvégén, reggel 7-től 9-ig tart, ott pedig a sématréning 1 és a séma tréning kettőt tanulod, egy picit hosszabb, mert az 36 modul lenne, és így 18 héten keresztül veszel részt rajta. Ugyanúgy lesz Facebook csoport, ugyanúgy lesznek kérdések és válaszok, lehetőség a végén. Tehát ilyen lehetőség többet nem lesz, ott is már vagy 8-10 regisztráltak, ugyanezek a feltételek összegben is, és 40 fő tud azon is részt venni. Tehát erre foglald be a helyed valamelyikre a kettő közül. Ha már a tk t elvégezted, akkor a gyorsítósáv kettőt javaslom. Ha még nem végezted, akkor a gyorsítósáv egyet. Mert ez fogja megadni azt a löketet, ha mellé teszed azokat az étrendi és életmódbeli változásokat, amikről most elkezdtem beszélni az elmúlt videónkban. Ilyenről olvashatsz a Sikersztori videónkban is, ahol egy narcisztikus fél gyógyult meg óriási eredményeket lehet elérni, ha a tudást, az ismeretet, a kognitív tudást összekapcsolod az életmóddal, akkor tényleg egy gyorsítóságba kerülsz. És miért kéne tíz évig szenvedned, tíz évig gyógyulnod? Tegyél meg minden most, hogy a lehető legjobb eredményeket érdel. Úgyhogy várlak szeretettel, írjál nekünk, foglald be a helyedet, a befizetéssel válik véglegessé, és még egy ajándékunk is van, egy bónuszunk ehhez a képzéshez, ugye nekünk ezek liszenzdíjasok, tehát minden képzés 30%-át elutaljuk, tehát ezen nem keresünk gyakorlatilag semmit, éppen ezért ez egy évben egyszer adatik meg, és 80 embernek lesz erre szerencséje, és a plusz bónuszunk, hogy egy hozzátartozódat hozhatod magaddal ingyen, ők nem számítanak bele a 40 főbe, hogyha szeretne részt venni a párod, az anyukád, a gyereked, a legjobb ö, barátod, akkor ketten jöhettek együtt. Jó? Csak akkor ezt írjátok meg nekünk, hogy így regisztráljunk titeket a programba, iroda.lifechanger.gmail.com Vissza a témánkhoz. Mindez igen fájdalmas lehet, ha azt éled meg, hogy kirabolták a gyerekkorodat főleg az olyan szülői megemlékezéses ünnepeken, amiről szintén készítettem videót, mint amilyen például az anyák napja, vagy az apák napja, vagy a születésnap, hiszen vonatkozik ez a többi összejövetelre, többi családi ünnepre is, ahol a család összegyűlik, hogy jól érezzétek magatokat. A jót erősen idézőjelbe téve. Ilyenkor a szégyen, mint egy cunami, söpör végig rajtad a narcisztikus szülő miatt. Szörnyű negatív érzelmek tarolnak le ezeken a napokon, vagy az év ezen időszakaiban. Akár depressziós is lehet. Miközben azt látod, hogy mindenhonnan az folyik, hogy milyen boldognak és hálásnak kellene lenni ezeken a napokon. Igen, csak fájdalmas látni, tapasztalni azt, hogy te ezt nem tudod megtenni, mert nem kaptad meg a szüleittől azt, amit kellett volna. A kettes pont. Az elfogadás. Az elfogadás a legjobb átmeneti megoldás. Az elfogadás a gyász egyik fontos fázisa, és a mentális egészség egyik fontos eszköze. Minden nap ezt papolom, de hozzáteszem, hogy ha narcisztikus szülőkről van szó, akkor nem mindig működik. Vannak napok, amikor a gyász, a szomorúság, a neheztelés, Teljesen letaglóz, nyomaszt, a tested és a lelked elutasítja az elfogadást. És ez teljesen rendben van. Ezek nagyon nehéz napok. Lehet, hogy pontosan ezek lesznek azok a napok, amelyeken elhatározod magad a gyógyulás mellett, a képzések mellett, a tanulás mellett, az életmódváltás mellett, a nokontakt mellett, vagy szürke sziklává válsz. Ezekről is vannak videóim, ezek technikák a narcisztikusokkal szemben. A nokontakt is, meg a szürke szikla is. Keresd meg, hallgasd meg. Vagy olyan lesz, mint egy ébresztő. Arra, hogy legalább te legyél kedves önmagaddal. És adj magadnak egy szabad napot. Vannak azonban olyan időszakok is, amikor igenis működik az elfogadás. És ez nagyszerű. Ilyenkor el tudod fogadni, hogy ez a te történeted, amelyet már nem tudsz megváltoztatni. Tudod, hogy nem lehet más tenni, csak elfogadni. Nagyon sokszor ez működik, de vannak napok, amikor ez nem, és ezzel nincs semmi baj. Ez nem azt jelenti, hogy nem gyászolsz, nem gyászolod a gyermekkorodat. Ez annyit tesz, hogy vannak napok, amikor a negatív érzelmek túlságosan is nyomasztanak. 3. Hagyj fel saját magad gázlángozásával. Gondolj csak bele abba, hogy miket mondogatsz magadnak, milyen párbeszédek zajlanak a fejedben. Például ilyet mondasz felmentve. Nem is olyan szörnyű, ahogy viselkedik. Talán csak én csinálok belőle ekkora ügyet. Ha már öreg, csak azért csinálja ezt, mert mindig a múltban él. Fejezd ezt be. Ha narcisztikus szülőd van, akkor biztos, hogy nem felnőttként gázlángoztak először hanem egészen pici kisgyerekként, még akkor, még mielőtt beszélni tudtál volna. Azt tanították meg neked, már hat hónapos korodra mutathatod az első kódependens jeleket. Azt tanították meg neked, hogy lemondja a szükségleteidről, hogy folyamatosan kételkedj magadban, kétségbe vont saját magad. Igen, a szülők mondanak ilyesmiket, hogy ne legyél már ennyire érzékeny, vagy á, az nem is úgy volt, vagy ja, ezt nem úgy gondoltam. Narcisztikus szülő mellett azonban az első nyelv, amelyen hozzád szóltak, a gázlángozás nyelve volt. És ezt bizony nagyon nehéz elfelejteni, magad mögött hagyni. De tedd meg ezt, és legalább te ne gázlángozd magad. A negyedik. Nem a te hibád. Ez nagyon fontos, hogy narcisztikus szülőd, vagy szüleid vannak, vagy voltak. Ez csak balszerencse. Nem te kérted, hogy narcisztikus szülőd legyen. Ezért nem te vagy a felelős. Ahogyan az ő önzőségükért, dühükért, irigységükért, gonoszkodásukért, manipulációjukért, hiteltelenítésükért, vagy a gázlángozásukért sem. Lehet, hogy egész gyermekkorodat azzal töltötted, hogy megbántál dolgokat hogy folyamatosan ezek jártak a fejedben, hogy bárcsak ne tettem volna ezt, nem mondtam volna ezt, vagy bárcsak rendben tartottam volna a szobámat, vagy bárcsak mindig ötösöket hoztam volna haza, jobb tanuló lettem volna, vagy ha jobb lettem volna, akkor észrevett volna, akkor szeretett volna. A szülőd narcizmusa és narcisztikus viselkedése azonban nem a te hibád. Vannak férfi ügyfeleim is, akik elmondják, hogy az apjuk volt narcisztikus, az nem azt jelenti, hogy minden férfinek az apja narcisztikus, 50-50%, hogy ki lesz éppen a családban, de akik azért nem tudtak megfelelni, mert vagy testi adottságaik nem voltak olyanok, és nem ők rúgták be a gólt mindig a foci meccsen. Nem lett belőlük világklasszis focista. Vagy nem lett belőlük, ha kislányok voltak, akkor a legjobb balettáncos bármilyen képességed volt, ha azt hiszed, hogy ha jobb lettél volna, akkor ez a szülő szeretett volna, észrevett volna, akkor tévedsz. Ideig óráig igen, mert tudott volna téged még jobban narcisztikus forrásként használni. De a szülőd narcisztikus viselkedése tényleg nem a te hibád. A narcisztikus kapcsolatban lépők, lévők, akik már beléptek egy ilyen kapcsolatba, igyekeznek valamiféle irányításra szert tenni a kapcsolatukban felnőttként. Ebben a helyzetben azzal, hogy azon elmélkednek, hogy vajon ők mit rontottak el, hogy ezt a mérgező viselkedést váltották ki a másikból. Semmit. A narcisztikus önmagában véve mérgező. Egyszerűen olyan és kész. Neked egyszerűen csak nincs szerencséd ha gyerekként ő vagy ők lettek a szüleid. Ezzel hatással voltak a te mentális és fizikális fejlődésedre, és spirituálisra is. Mindenki szenved, amikor narcisztikus van jelen a családban. A legrövidebbet pedig a gyerekek és a párok húzzák. 5. Fejezd be, hogy azt gondolod, azt gondolod mondogatod, hogy a szüleid mennyi mindent feláldoztak, érted? Ez a belső hang a fejedben. Hány ügyfelem mondja el, hogy jaj, anyukám, aki egyedül nevelt fel, rejtett narcisztikus anyukáról van szó, amit az ügyfél nem ismert el, másfél éven keresztül csak tejfölös kenyeret evett, nem ment soha férhez, hogy nekem jó gyerekkorom legyen, ne legyen gonosz mostohám, és a többi, és a többi. Áldozatnak mutatják be magukat nagyon sok rejtett narcisztikus, hiper jó áldozat, és ezt a gyerekkel el tudja hitetni. És akkor ez lesz a te belső hangod, hogy a szüleid mennyi mindent feláldoztak, érted? Nem. Amikor ezt mondogatod, akkor tudod, mit csinálsz? Racionalizálsz. Racionalizálod, megmagyarázod a dolgokat. Nagyon sokan csinálják ezt azok közül, akik narcisztikus szülő mellett nőttek fel egy narcisztikussá váló felnőttnek, aki mondjuk a narcisztikus szülő miatt lett narcisztikus, hiszen ez az egyik út. Vagy narcisztikus leszel, vagy borderline, vagy kódependens, vagy pszichopata, vagy hisztrionikus, vagy így mindenből egy kicsi, de valamilyen problémád lesz. És akik narcisztikussá válnak, felnőttként azok állandóan racionalizálnak, mindent megmagyaráznak, saját maguknak agyalnak vagy hogy így próbálnak értelmet találni a szülő viselkedésére. Ez a jó öreg kognitív diszonancia. Van róla videóm, nézd meg! A kedvencem az összes ilyen mondás közül ez. Hát nem haragudhatok rájuk, hiszen hála nekik, volt tető a fejem felett, és adtak nekem ételt is. Tényleg? Igen, ez a szülőség minimális követelménye, hogyha valaki egyszer gyereket vállal. Ennyit az ember egy árvaházban is kap. Ők döntöttek úgy, hogy gyereket vállalnak, és fel is nevelik azt a gyereket, azaz téged. A szülőség önfeláldozás az igaz, de ezt egy jó szülő sosem hangoztatja. Inkább azt mondja, hogy áldásnak, kiváltságnak érzi. Nemrég a Facebookon láttam egy posztot, le is mentettem, most is kiráz a hideg egy anyuka tette föl. Talán két éves kislányával van egy képen, és ez van alatta. Nem teher vagy, nem probléma vagy, hanem csoda vagy, és áldás vagy, hogy itt vagy az életemben, ajándék vagy nekem. És ez olyan jó volt hallani, olvasni, olyan szép üzenet volt. Szóval egy jó szülő nem fogja ezt hangoztatni, hogy jaj, mennyit szívtam miattad, hanem azt mondja, hogy ez egy nagyszerű dolog, egy kiváltság, hogy ő szülő lehet. Voltak nehéz döntéseik, életszakaszaik, a jó szülőknek is? Persze! Volt olyan, hogy rosszul döntöttem? Persze! De semmiképp sem szabad a szülő egész életeden át tartó mérgező viselkedését racionalizálni. Abszurd dolog azért hálálkodni, hogy a szülő fizette a bérleti díjat akkor, amikor gyerek voltál. A szülőknek ezt meg kell tenniük a gyerekeikért. Arról sem tehet egy gyerek, Hogyha a másik fél nem fizeti a gyerektartást. Jó, ezek alaptolgok. A szülőség a kompromisszumokról szól, de nem a gyerek részéről. A szülőnek kell kompromisszumokat hozni. A kompromisszum azonban egy olyan szó, amely nem szerepel a narcisztikus szülő szótárában. Hatodik. Ez egy kemény dolog lesz. Akkor sem tudsz megbékélni a narcisztikus szülővel, amikor már meghalt. A majmok ott ülnek a hátadon, és duruzsolnak a füledbe. Nem tudod elfelejteni egy életen át a manipulációkat, az érvénytelenítéseket, hiteltelenítéseket, és az általános aljasságokat, a kivételezéseket. Ha el a duzzogásokat, csendelveréseket, ha elmész egy társaságba, nem mondhatod azt, hogy valójában megkönnyebbültél, hogy meghalt. Pedig nagyon sokakon, akiknek narcisztikus szülője volt, látszik egyfajta megkönnyebbülés ilyenkor. De a megkönnyebbüléshez bűntudat is társul, hiszen úgy vagy vele, hogy nem így kéne érezned, mivel az ember általában nem megkönnyebbülést érez akkor, amikor meghal egy családtag. Önzőségük és az általuk okozott folyamatos stressz miatt azonban képesek arra, hogy még nagyon-nagyon sokáig ott éljenek az emberben, és árnyékot vessenek az életére. A narcisztikus szülő halála rengeteg érzelmet kiválthat. Keveredik ilyenkor a gyász, a bűntudat, a zavarodottság, a megkönnyebülés, amely mind-mind tovább bonyolítja a gyász, a veszteség feldolgozás folyamatát. Amikor ez megtörténik, jó, ha felkeresel egy terapeutát, vagy egy kócsot, aki tapasztalt a gyászfeldolgozásban, főleg aki a komplex vagy patológiás gyászra, patológiás veszteségekre van specializálódva, mert ő sokat tud segíteni neked. Hetedik. Kezdj el elhatárolódni a behódolóktól, a flying mankiktól a a repülőmajmoktól, és kezd el felépíteni a saját támogatói körödet a családon belül. Ha nincs, akkor a baráti körönbelül. Annak egyik oka ugyanis, hogy a narcisztikus szülők olyan nagy károkat tudnak okozni, az nem más, mint hogy megvan engedve nekik, hogy ezt tegyék. Ugye ezért éri sok kritika a kódependens szülőtársa mert egy narcisztikus szülő mellett mindig van egy kódependens vagy borderline szülőtárs az esetek 99,9%-ában. Akkor is, ha azt gondolod, hogy te nem vagy kódependens, az vagy, ha narcisztikus volt a párod. A kódependencia nem társfüggőséget jelent. Ez csak egy alfajtája. A kódependencia függő társat jelent. Egy függő, egy junkie mellett élsz. És mindegy, hogy az narcisztikus forrástól függ, vagy alkoholtól, vagy drogtól. Oké? Okay? Tehát az éri legtöbbször vádként a kódependens szülőket, a gyerekek részéről, hogy nem védik meg őket, hogy behódolnak a narcisztikusnak, hogy hagyják bántani a gyereket. Hagyják, hogy ezt tegyék, hogy nem válnak el, amikor már évek óta tart a rossz állapot. Szóval, vannak olyan családtagok a kódependencián kívül, ami egy öntudatlan folyamat, folyamat akik direkt teret engednek neki. Például a saját szüleik, vagy a barátaik, ők azt fogják mondani, hogy miért nem hívott föl anyák napján az anyádat? Olyan régen beszéltél vele, te legyél az, te vagy a fiatalabb, nem baj, hogy ő duzzog, te hívj föl, és kérjél bocsánatot, a családi béke fontosabb. Egy nagy frász. Azok az emberek, akik saját maguk gyártják a kifogásokat a narcisztikus viselkedésére, az ő flying mankiaik, repülő majmaik, behódolóik akik azt mondják egyébként, hogy ez nem az én családom feltétlen, nem az én ügyem, de akik valójában egy álomvilágban élnek. Azt hiszik, hogy minden családban úgy van, hogy a szülő szereti a gyereket, ahol mindenki kijön a másikkal. Ezt az elképzelést, ezt az ideát akarják fenntartani. Mit sem törődve azzal, hogy közben a gyereket folyamatosan narcisztikus bántalmazás éri. És ez fakadhat tagadásból. Lehet kulturális háttere, de van, hogy csak simán butaság, vagy ki tudja mi. Nyolcadik pont. Mi legyen? Nokontakt vagy szürkeszikla? Nincs jó válasz. Vannak, akik a no mellett döntenek, és ez menti meg úgymond az életüket. Az a zéro Semmilyen formában soha többet nem lépnek kapcsolatba a narcisztikus szülővel. Olyanok a körülmények, hogy megtehetik, és bejön nekik. A no kontakt ugye bár azért jó, mert ki lehet védeni a további mérgezést vele, tekintve, hogy annál több toxicitás ér, minél többet érintkezel a mérgező emberre és néha erre egy telefonbeszélgetés vagy egy találkozás is elég. A nokontakttal azonban az a baj, hogy szembe kerülhetsz miatta az előbb említett flying monkey a behódolókkal. Megszégyenítenek, szörnyű embernek titulálnak, amiért megszakítottad a kapcsolatot a szülővel. Azt mondják, hogy tiszteletlen vagy, vagy hálátlan vagy, stb ezek az emberek legszívesebben a busz alá lögtek volna gyerekként. Miért lenne ez másként most, hogy már felnőtt vagy? Sokaknak eleve nem járható a nokontakt. Valamilyen okból kifolyólag nem tudják megtenni. Náluk jól működik a szürke szikla technika. Hallgass meg a szürke szikla videómat erről. Bár ez sem egyszerű. Tekintve, hogy csak te érzed, hogy milyen mélyre tud hatolni az, amit a szüleid mondanak vagy tesznek veled, Mégis ott vannak a behódolók, a flying bankik, a repülőmajmok, akik természetesen véleményezni fogják a viselkedésedet. Azt fogják mondani, hogy nehéz ember vagy, bonyolult ember vagy, vagy beképzelt ember vagy, vagy hideg ember vagy, amiért ennyire távolságtartó módon viselkedsz a szülőddel, szüleiddel. Pedig csak te tudhatod, hogy a te esetedben mi működhet te ismered a saját helyzetedet igazán jól. Kilencedik pont. Hagyj fel azzal, hogy folyamatosan kifogásokat gyártasz a szüleid viselkedésére az ő háttér történetük miatt. Oké? Okay? Én is készítettem már videókat, ahol beszéltem kulturális narcizmusról, és van generációs narcizmus. A sématréningen megérted, hogy sok olyan séma minta van, amit generációk óta hordoz és visz magával, a szülő aztán átadja a gyereknek, aki szintén narcisztikus lesz, és továbbadja, stb. Sokat segíthet, ha ezt megérted, mert ez tényleg nem egyszerű. Szóval lehet, hogy a szüleidnek is tényleg nehéz gyermekkora volt. Valóban, a háború közeli években nem a gyermekek lelkivilága lehetett az elsődleges szempont. Lehetnek ennek tehát történelmi vagy vallási okai. Gondoljunk a háborúkra, vagy a migrációkra jelenleg. Lehet, hogy menekültek voltak. Lehet, hogy érte őket valami közösség, erőszakot követette el ellenük, vagy nagyon mély szegénységben értek, vagy trauma érte őket, vagy ütötték, verték, vagy elveszítették a családjukat. Igen, lehet, hogy ezek a dolgok megbújnak a narcisztikus minták alatt, és te ezek miatt felmentést adsz nekik hogy mit tudom én, egy bőröndel érkezett a városba, és mégis mire vitte, vagy már nagyon fiatalon, 12 éves kora előtt elveszítette mindkét szülőjét, és dolgoznia kellett, vagy nevelő otthonba került, akármi. De minden egyes alkalommal, amikor szembesülsz a gázlángozásukkal, az elutasításukkal, a dühükkel, akkor elkezded így racionalizálni a viselkedésüket, amiért nehezen indult az ő életük. Ez lehet, hogy hozzásegít téged is ahhoz, hogy felnőttként a radikális elfogadás eszközével fordulja saját gyermekkorod felé, és, tud, és ez van a tkak meg a sématréningen, és tudomásul vedd, hogy a szüleid nem fognak változni, mert ők ezt nem tették meg. Nem is volt rá valószínű lehetőségük, de most is megtehetnék. Nekem volt közel 80 éves ügyfelem is. Több ügyfelem is van, akik 70 éven fölöttiek. És dolgoznak magukon, és most dolgozzák föl a gyerekkorukat. Az is lehet, hogy ezzel megerősíted magadban azt, hogy igen, szürke sziklaként kell viselkedned, mert ők mindig, mindig, mindig bántani fognak téged. És elég, ha fölveszed a telefont, vagy ha megjelensz egy családgyűrnepen, már is beszálltál a liftbe, és csúszol vissza a gyerekkorba, a gyerek szerepbe. A baj az, hogy ez gyakran átmegy abba, hogy az ember csendesen tűr. Ahelyett, hogy megpróbálnád őket felelősségre vonni, vagy elérni azt, hogy felelősséget vállaljanak azért, amit veled tettek. Sokan vannak szerencsére olyanok is, akiknek bár szörnyű előélete volt, mégsem lesznek narcisztikus bántalmazók. A saját gyermekükkel. Ők ugye más megküzdést választottak. A legtöbben hála az égnek ilyenek. Akik mégis azzá válnak, most azok nagyon rosszul csinálnak valamit. A gyerek ugyanis mindig nagyon könnyű célpont. De ne feled, nem te vagy a felelős a szüleid történetéért. Ne legyél a boxzsákuk. Tízes. Kérlek szépen. Ne ragadj benne a mi lett volna ha örvényében. Nagyon sok olyan embert ismerek, nagyon sok olyan emberrel beszéltem, akik nem tesznek mást, csak folyamatosan rágódnak, ruminálódnak, kérődzenek, akik szinte minden mondatukat így kezdik. Mi lett volna ha? Vagy ha ez másként történt volna? Vagy majd hozzáfűzik a kérdés, mi lettem volna akkor ha? Milyen életem lehetett volna akkor? ha más szüleim lettek volna, vagy ha a szüleim elváltak volna, vagy ha nem váltak volna el. Nagyon könnyen elcsábulhat az ember arra, hogy ilyen kérdéseken elmérkedjen. De hidd el nekem, semmi értelme, ez egy zsákutca, sehová nem vezet. Ha folyamatosan a mi lett volna, ha, vagy mi lenne, ha bűvöletében élsz, az nagyon lelassítja a gyógyulásodat, mert távol tart a valóban hatásos eszközöktől. 11. Neked kell rájönnöd arra, hogy hogyan állhatsz talpra. Nem sokára készítek egy videót, aminek azt a címet fogom adni, valami ilyesmit, még nem tudom százszázalékosan, hogy csak magadra számíthatsz. Vagy csak magadra vagy utalva. És ez egy nagyon fontos dolog. Hiszen olyan, mintha csak 25, 30 vagy 50 évesen tanulnál meg olvasni. Le vagy maradva. Ha nem pártolt el mellőled a szerencse teljesen, akkor legalább az egyik szülőd egészséges volt. Aki egész vagy van, most is egészséges. Aki egészséges módon szeret, aki együtt érez veled, aki empatikus veled, vagy volt egy ilyen nagymamád, nagypapád, nagynénid, valaki, akkor az egy kis mencsvár volt. Hiszen vannak egyéb családtagok, akik jelen vannak, melletted állnak, vagy biztonságot kínálnak neked. Ha ilyen van, akkor még a szerencse nem pártolt el tőled. Ha azonban mindkét szülőd narcisztikus, ez szívás, akkor sajnos az előbb említettek közül egyik sem valósulhat meg. Ilyenkor is rajtad a sor. Neked kell úgy bánnod magaddal, mintha egy gyermek volnál. Ez az újra szülősítés folyamata, amit megtanulunk a tkk is és a séma tréningen. 20 képzésem van, vagy 25, de ez a kettő a leghatásosabb. Nem ajánlanám azt, ha nem szeretném, hogy minél többen legyenek gyógyultak. Mert akkor továbbadják ezt a tudást, ezt a gondolkodásmódot, ezt az életmódot, és másoknak is segítenek. Rengeteg áldozat van. Sokaknál ez a pillanat akkor jön el, amikor saját gyerekeik lesznek. Remélhetőleg így lesz. És megfogadják, hogy másként fognak csinálni mindent. Nem úgy, mint a szüleik. És ők jól fognak bánni a következő generációval. De előtte saját magaddal is meg kell ezt tenned, rendbe kell tenned magad, hogy a gyerekeiddel, unokáiddal már így tudj bánni. Mit tesznek az egészséges szülők? Feltétel nélkül szeretik a gyereket. Biztonságot nyújtanak neki. Hitelesen visszatükrözik az érzelmeiket. Támogatják és bátorítják a gyermekeiket, a vágyaik, az álmaik elérésében, kompromisszumokat hoznak, és a gyerek igényeit helyezik az első helyre. Ted mindez saját magaddal, saját magadért is meg kell tenned. Sosem késő. Soha nem késő. Nem lesz könnyű. Mint ahogy az sem lenne az, ha 25 évesen kellene megtanulod olvasni, vagy 50 évesen, de meg tudod csinálni. Ha nekem sikerült, neked is sikerülhet. Nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy ezt megted. És egy ráadás. 12. gondolat. A szüleid sosem fognak megváltozni. Lehet, hogy ezt a pontot lesz a legnehezebb megemésztened. De sajnos így van. Nem, nem fognak megváltozni. Ezek a minták, ezek a sémák maguktól nem változnak. Ha elvégzik a képzéseket, terápiára járnak, de nem fogják megtenni, akkor változtathatnak rajta. Erről szól ugye a séma tréning. A legszerencsésebbek lehet megélik, hogy a narcisztikus szülő a halálos ágyán némi megbánást tanúsít. De ne várj erre. Ne számíts erre. Az igazság az, hogy a legtöbben csak egyre rosszabbá, elviselhetetlenebbé, gonoszabbá válnak az öregedés hatására. A narcisztikusoknak ugyanis nem tesz jót az öregedés, főleg nekik nem. Nincsenek kibékülve az öregedés jeleivel a testükön, megjelenésükben, azzal ott csökken a társadalmi hatásuk, kezdenek leépülni értelmileg, ha a ketogén életmódot beiktatod, nem fogsz olyan gyorsan leépülni öregkorodra sem, hiszen az Alzheimer demenciát ma a magas zsírtartalmú, alacsony szénhidrát tartalmú ételekkel lehet lassítani, vagy kezelni, vagy gyógyítani, jó? És el tudod kerülni ezt. Miközben ők azt hitték narcisztikusként, hogy örökké fognak élni, hogy örökké a csúcson lehetnek. Nekik nagyon nehéz elfogadni az öregedést, vagy a halált. Mindezeket összevetve öregkorukban még nehezebbé válnak a narcisztikusok. Ha azonban folyamatosan emlékezteted magadat arra, hogy ők bizony nem fognak megváltozni, akkor nem fogod táplálni magadban azt a gyermeki reményt, mert ez a te belső gyermeked reménye, hogy ma talán minden más lesz. Nem? Nem lesz más. A narcisztikus kapcsolatok közül a szülő-gyerek kapcsolat a leghalálosabb. Ezt még egyszer elmondom, mert soka, sokan vannak, akik nézik ezt a csatornát, és kérlek ajánljátok is ezeket a videókat más érintetteknek, akiknek van narcisztikus párja. A narcisztikus kapcsolatok közül a szülő-gyerek kapcsolat a leghalálosabb, mivel ez képes a leghosszabb, egész életen át tartó károkat okozni egy gyereknek, vagy tinédzsernek. Ez nem olyan kapcsolat, amelyet te választottál, de nem is tudtad beazonosítani, hogy mi a baj, mivel még gyerek voltál. Ez egy nagyon fájdalmas örökség, teher. De nagyon remélem, hogy a magadévá tudod tenni a fenti gondolatokat, vagy legalábbis néhányat közülük és képes leszel egy biztonságosabb teret kialakítani magadnak. A narcisztikus szülőkkel való kapcsolat rengeteg dolgot meghatároz az életedben, de ne hagyd, hogy kiírtsa a legjobbat belőled. Nagyon sokan vannak, akiknek ez a démon folyamatosan ott ücsörög a vállán, ott csücsül a vállán egész életükben. Én azonban remélem, hogy amit ma megosztottam ebben a videóban, és a többi 500 videóban, segíthet neked abban, a képzéseim pedig a gyógyuláshoz vezethetnek, hogy átgondolj sok mindent, hogy elkezdj határokat állítani, hogy felhagyja saját magad hibáztatásával, és végre felszabadulj, megszabadulj a negatív, belső hangoktól. Nem lesz könnyű, ezt sajnos nem tudom neked megígérni. És nem is lesz rövid. Azt szoktam mondani, hogy a képzések után, ugye a képzés még a gyorsítósával is 15 hét. Amúgy a két képzés az majdnem egy év. Szünettel, mert a kettő soha nem indul egyszerre, vagy egymás után közvetlenül. De még a gyorsítósávon is 15 hét. Utána még legalább fél évre, de ez a minimum de sokszor nem elég a fél év. Egy vagy két évre is szükséged van, hogy alkalmazni tudd a tanultakat, ahogy én is csinálom, és csináltam. Tehát egyáltalán nem rövid, de megcsinálható. És nem leszel ebben a folyamatban mindig ugyanúgy rosszul. Ez egy folyamat. Néha lesznek nehéz napok is, kifejezetten nehéz napok, amikor betriggerelődsz, és nem tudsz vele mit kezdeni, és mert nagyon sokan körülöttetek egyáltalán nem értik ezt az egészet, és csak azt tudják szajkozni, hogy – hogy is írta valaki most kommentbe az egyik TikTok videó alá – hogy túl gondolod az egészet, ugye? Mennyire ő is egy bántalmazó, mert nem érted ezt az egészet. Ma már nem olyan rossz a helyzet. És elvégre mégiscsak a szüleidről van szó. Minden szülő szokott hibázni. Gázlángozás, gázlángozás, gázlángozás és gázlángozás. Behódolók, 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 flying bankik, repülő majmok, nem tudják mi ez az egész. Tehát nagyon meg kell erősödnöd mentálisan, hogy azt mondhass, ne, ne hitelesítsd ezt a rémálmot, amit én átéltem. Ne. Ne hiteltelenítsd azt a rémálmot, amit én átéltem. Nincs ehhez jogod. Én tudom, hogy mit éltem át. Ahogy arról sem szabad megfeledkezned, hogy nem ez fog meghatározni téged. Azt kell, hogy mondjam, hogy akiknek narcisztikus szüleik vannak, azok közül nagyon sokan hősies felnőttek lesznek, fantasztikus szülők. A hősies a dologban az, hogy egy ilyen kezdet után, ennek ellenére is képes vagy empatikus és együttérző lenni hogy ilyen gyermekkor után is szeretett teljes felnőtt leszel. Igen, hős vagy. Szerintem ezt jelenti az, hogy hős. Köszönöm a mai figyelmedet, várlak szeretettel a gyorsítósát 1, 2 és augusztus végéig még minden online képzésünkre 50% kedvezmény van, ennek kapcsán érdeklődj nálunk az irodalifechanger on és várlak szeretettel konzultációkra is. Szerbusztok, legyen szép napotok!